Harkányban gyülekeztek volt szocialista politikusok, hoppá szerint Brüsszelben akarnak a kormány ellen szövetkezni. Nagyobb felelősség hárul a cégvezetőkre, szigorodott a törvényi szabályozás. Fellegvárrá válhat, fellendülőben a komlói sportélet. Országos turisztikai ülés Baranyában, Pécsre és Harkányba látogattak a kamarai szakemberek. Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Meg kell védeni az országot a szocialistáktól az Európa parlamenti választásokon is, ezt mondta szerdán Harkányban Hoppá Péter, a Fidesz szóvivője. Szerinte Puch László, a párt volt pénztárosa, ma délután Harkányba szervezkedni hívta össze volt és jelenlegi MSZP-s politikusokat. Puch elutasította a vádakat. Ebben a harkányi szállodában találkoztak azok a volt és jelenlegi MSZP-s politikusok, akiket Puch László, a párt volt pénztárnoka hívott meg. A Fidesz szóvivője már az esemény előtt egy sajtótájékoztatót hívott össze. Hoppá Péter szerint a magyarok április 6-án világosan elmondták, hogy nem kérnek többet a baloldali politikából. Teljesen mindegy tehát, hogy alkalmi szövetséget kötnek a bukott baloldal szereplői, vagy pedig nem kötnek ilyen jellegű szövetséget. A helyzet egyértelmű, a mai napon is ugyanazok akarják tönkretenni Magyarországot, akik ezt már 2010 előtt egyszer megtették. És most, a mai napon, itt ebben a wellness szállodában szövögetik újabb terveiket. Hoppá Péter szerint az elbukott választások után a szocialisták most arra készülnek, hogy Brüsszelből próbálják majd akadályozni a magyar kormány munkáját. A sajtótájékoztatón hirtelen megjelent a szocialista Puch László is. Semmi rosszat nem mondtam róla, csak politikában. Semmi gond, a politikában meg teljesen egyetértünk. Gyere egy kávéra van. Köszönöm szépen, rohanom kell vissza, mert most még bent Pécset várnak. Vigyázz, második. Jó napot az urak, szevasz, minden jó. Puch László ezután visszautasította Hoppá Péter állításait. Nincs mire szövetkezni. Tehát úgy gondolom, hogy egy választás után vagyunk, ma a Magyar Szocialista Párt biztos, hogy végig fogja gondolni, hogy mire lesz szüksége, mit fog tenni a következő időszakban. Most van egy fontos feladat, az persze szóba fog kerülni, hogy amit még tudunk, tegyünk meg a barátainkért az Európai Uniós választásokon, hogy lehetőleg ne hárman, hanem mondjuk öten jussanak. Puch László egyébként tagadta azokat a híreszteléseket, hogy a találkozó helyszínéül szolgáló hotelban bármilyen részesedése van. Egy hete lejárt a határidő, május 6-áig kellett volna eltávolítani a választási plakátokat a közterületekről, azonban ez a városban több helyen nem történt meg, sőt, még óriás plakátokon is mosolyognak velünk szembe a politikusok. A bama.hu azt írja, az erős szél és a zivatarok ugyan megkönnyítették a plakát leszedők dolgát, leázott a papírok egy része, azonban így is maradt még takarítani való. Lovász István pécsváros jegyzője korábban híradónknak elmondta, a választási törvény szerint a szavazás napja után egy hónapon belül, tehát legkésőbb május 6-án 16 óráig kellett volna eltüntetni a plakátokat azoknak, akik elhelyezték, illetve akinek az érdekében kihelyezték azokat. Ha ez nem történik meg, a Biocom Kft. Kénytelen elvégezni a feladatot. A feladat számukra is új, ugyanis négy éve még nem ők szedték le a plakátokat. Az elvégzett munkáról a ráfordított idő arányában készülnek majd el a számlák, amit a pártoknak, illetve jelölő szervezeteknek kell majd megfizetniük, mondta Lóci Szidónia a Dunántúli Naplónak. Kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást a pécsi rendőrkapitányság egy 30 éves kákicsi lakossal szemben. A járőrök május 12-én éjjel Pécsett a Budai Vámnál intézkedés alá vontak egy férfit, aki mikor meglátta a rendőröket, eldobott egy csomagot. A rendőrök ezt észrevették és átvizsgálták a csomagot, abban kábítószernek tűnő növényi morzsalékot találtak. A férfival szemben alkalmazott gyors teszt pozitív eredményt mutatott. A rendőrök ezt követően a 30 éves férfit a pécsi rendőrkapitányságra előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ellene szabadlábon hagyása mellett a pécsi rendőrkapitányság folytatja a nyomozást kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Megnőtt a cégvezetők felelőssége a polgári törvénykönyv változásával. Károkozás esetén a gazdasági tisztségviselőt és a társaságot is perelheti egyidejűleg a károsult az új szabályozás szerint,
így akár a vezetők teljes vagyonukkal felelhetnek egy-egy rossz döntésük következményéért. Akár a házát is elvesztheti a cégvezető, ha kárt okoz, teljes vagyonával felel, vagy nem, hogyan lehet csökkenteni a kockázatot baj esetén. Ezekre a kérdésekre adtak választ szerdán a megyei kamara rendezvényén. Az új polgári törvénykönyv szabályozza márciustól a gazdasági tisztségviselők felelősségi körét, a kártérítés fizetését. Szigorúbb lett a törvény ezen a területen. Hogyha a vezető tisztségviselő ebben a jogkörében eljárva kárt okoz harmadik személynek, akkor egyetemlegesen felel a vezető tisztségviselő és a társaság. Ugye ez egy azért nagy változás, mert a korábbiakban, hogyha a harmadik személynek károkozás történt egy vezető tisztségviselő részéről, akkor elsősorban és kizárólag csak a társaságot lehetett az igényérvényesítéssel megkeresni. Mostantól a társaságot és a gazdasági tisztségviselőt egyszerre lehet perelni. Ez a változás hatással lesz a biztosítási piacra is, a szakember szerint. A KKV szegmens cégvezetői és a nagyvállalatok cégvezetői vizsgáltassák át a biztosításaikat, nézzék meg azt, hogy ilyen felelősségbiztosításaik vannak, megfelelő limitekkel kötötték-e, és mindenképpen kössenek vezetői felelősségbiztosítást. A kis és közepes vállalkozásoknál 10-től 100 milliós nagyságrendig köthető ilyen biztosítás. A nagyvállalatoknál akár milliárdos értékre is. A cégvezető kártérítési kötelezettsége örökölhető, ezért is fontos a felelősségbiztosítás megkötése a szakember szerint. Kamion alá szorult egy személyautó az M6-os autópálya 178-as kilométer szelvényénél kedden 17 óra után. Az autó eddig tisztázatlan okok miatt szaladt a kamion alá. A karambolban ketten súlyosan megsérültek, őket mentő és mentőhelikopter vitte kórházba. A műszaki mentést a mohácsi és szekszárdi hivatásos tűzoltók végezték. A munkálatok idejére teljes szélességében lezárták az autópálya érintett szakaszát Mohács irányába. Az elmúlt két hétben két alkalommal is feltörtek és kipakoltak néhány szekrényt a tudásközpontban. Már nem az első eset, hogy feltépték a tudásközpont ruhatára mellett lévő szekrények közül néhánynak az ajtaját. A minap egy 100 000 forint értékű táblagép tűnt el, panaszolták a Dunántúli Naplónak az egyetemisták. A problémára már meg is találta a vezetőség a megoldást, több mint 600 szekrény zár szerkezetét erősítik meg a hétvégéig. Ezek pedig már megfelelő biztonságot nyújtanak az elkövetők által alkalmazott módszer ellen. Rövid idő alatt évtizedes lemaradásokat behozva kezdi visszanyerni régi fényét Komló sportélete, mondta Polics József polgármester szerdán Komlón. Az egykor országosan ismert bányásznak ősztől újra lesz első osztályú csapata, de ami ennél is fontosabb, stabilizálódott a klub anyagi helyzete, ami a tömegsportnak és az utánpótlásnak is jót tesz. A sportban se volt más a helyzet Komló városában, mint a város más területein. Tehát a nehézség, az eladósodottság, a gazdátlanság működött ezen a területen is. Az elmúlt évek kitartó munkájával azonban sikerült felszámolni a helyi sportélet hosszú időn át tartó elhanyagolásból eredő terhes örökségét, folytatta Polics József. A polgármester szerint Komlón nagy jelentőséggel bír az utánpótlásbázis felélesztése. A társasági adóból ugyanis jelentős összegek érkeztek a szakosztályokhoz, amelyeket főként a fiatalok sportolásának támogatására lehet fordítani. Én úgy gondolom, hogy az alapélethez hozzátartozik a sport. Egy normális életvitel alapfeltétele, hogy az ember mozogjon, és ehhez különböző szintű lehetőségeket biztosít a város a helyi tömegsporton át a versenysportig, hogy mindenkinek a fejlődési szintjének megfelelő lehetőség rendelkezésre álljon. Polics József szerint a fejlődés az eredményeken is látszik. Az extraligába jutó asztali teniszezők mellett jövőre újra első osztályú lesz a férfi kézilabda csapat is. Az együttes 5 éve a felelőtlen gazdálkodás miatt összeomlott és kiesett, de a stabil alapok megteremtése után újraépítkezve idén sikerült a feljutás. A város sport életében különleges helyet foglal el a Pink Pécsi 424 magyar bajnok női kosárlabda csapat. A megyeszékhelyről kényszerből Komlóra költözött egyesület az idén megnyerte a bajnokságot. A Bács Basket Kft. És a Komló Sport Kft. Kötött együttműködést,
amelynek keretében együtt kívánjuk a szakosztály szakmai munkáját irányítani és segíteni, és ami a megállapodásban is rögzített, a PINK szakemberei, a PINK edzői képesítéssel rendelkező játékosai, ők segítik szakmai munkánkat gyakorlatban, edzéseken, mérkőzéseken. Egyelőre még bizonytalan, jövőre hol játszik a csapat, de Komló továbbra is nyitott az együttműködésre, folytatta Szigeti Szabolcs. Ezt mutatja az is, hogy a Komló Sport Kft. És a kosárcsapatot működtető cég közös TAO pályázatot nyújtott be, bizonyítva, hogy hosszú távra terveznek. Közeleg a határidő, hívja fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal a figyelmet a legfrissebb közleményében. A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje május 20-a. A megnövekedett ügyfélforgalom és a sorbanállás elkerülése érdekében nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallás benyújtását, tájékoztat a hatóság. A magánszemélyek a 150 ezer forintot meg nem haladó adófizetési kötelezettségükre 6 havi pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek. Az erre vonatkozó nyilatkozatokat a 1353 C-lap 71. sorának kitöltésével tehetik meg. Harkányban és Pécsett tartja soron következő turisztikai ülését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiuma. Az ülésre dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár is elfogadta a meghívást. A kétnapos program részeként a kollégium tagjai többek között a Zsolnai Kulturális Negyedbe is látogatást tesznek. Azt hiszem viszik azt a hírt, hogy Harkány is megérdemel egy olyan bővítésfejlesztést, amit a többi gyógyfürdő megérdemelt az elmúlt 10-15-20 évben. Országosan a turizmus nagyon nagy lehetőség Magyarországnak. Baranya megyében valóban nagyon nagy lehetőségek vannak, és a kamara ebben segíteni akarja a vállalkozásokat. Tényleg össze kell fogni ahhoz, hogy Baranyát, Pécset, ebben a Zsolnai negyedet is, és mondjuk Harkányt is a jól menő villány mellett eladjuk, és minél több vendégészakát biztosítsunk a vállalkozóknak. Miután befejeződik a rekonstrukció, újabb időkapszulát helyeznek el a Dom délkeleti tornyában. 1882-ből származó időkapszulát már évekkel ezelőtt találtak a toronyban, abból igazi kincsek kerültek elő, írja a Pécs Ma. Magyar és osztrák arany, ezüst és részpénzek voltak benne, olyan állapotban, mintha egyenesen a pénzverdéből kerültek volna ki. Az időkapszulában egy pergamen is volt, amelyen latinul részletesen lejegyezték a pécsi székesegyház 1882-ben kezdődött felújítását, írja a portál. Sikeresen lezárult a német nemzetiségi közoktatás fejlesztését szolgáló projekt a pécsi Koch Valéria iskola központban. Az 571 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból a Koch Valéria iskola központ Tiborcz utcai épület együttesének és a Dugonics utcai óvodának a felújítása, bővítése valósult meg. Már az új aulában tartották a Koch Valéria iskola központ projektátadó ünnepségét. A komplex intézményfejlesztés kiterjedt az óvodai nevelésre és az iskolai oktatásra, építési beruházásból, eszközbeszerzésből és szakmai programból állt. Mindenképpen szerettünk volna az eszközbeszerzésre is anyagi eszközöket fordítani, hiszen az üresen álló épületrészeket be kellett rendeznünk. Tehát eredetileg már a pályázat összeállítása során törekedtünk arra, hogy a minden helységet be tudjunk rendezni. Ez sikerült is, eszközbeszerzésre az óvodában és az iskolában együtt kb. 18 millió forintot tudtunk fordítani. A többi rész pedig hát az előkészítésre, illetve a beruházás építési részére fordítódott. A Dugonics utcai óvodában gondot jelentett a túljelentkezés és a szakmai munkát támogató helyiségek hiánya. A probléma megoldása érdekében az épület felújítása mellett egy új csoportszobát, fejlesztőszobát és tornaszobát is kialakítottak. Az épület a fejlesztést követően akadálymentesen használható. A Tiborcz utcai intézményben pedig a fejlesztés célja az épületek biztonságos és gazdaságos működtetésén túl a szakmai munka feltételeinek javítása volt. Ennek érdekében az általános iskolai épületszárny teljesen megújult. Új építés is készült, egy aula,
amit az általános iskolások fognak használni, kicsit zsibongónak, kiállítóteremnek, illetve a kis tornaterem felett két szinten három nagy tanterem, illetve terem került kialakításra, ami az általunk alkalmazott kooperatív oktatási formák helyi igényét elégíti ki. Dónics utcai óvodánk is megújult. Az ünnepélyes projektátadót május 13-án tartották. A magyarországi németek országos önkormányzata 514 millió forintot meghaladó uniós támogatást nyert az integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázati kiíráson, ami a költségek 90%-át fedezte. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Kivonultak a kaposvári polgárőrök, a pécsi, a cseri és a szigetvári utcában is fokozott ellenőrzés lesz, mert errefelé sokan nem tartják be az együttélés írott és íratlan szabályait. A város 144 millió forintot fordít idén a közbiztonság megerősítésére, és ehhez plusz támogatás is jár. Egy rendőr és egy polgárőr járőrözik a kaposvári Erdősor utcában. Naponta így párokban ellenőriznek az egyenruhások a cseri városrészben. Buleca Gyuláni azt mondja, szükség van a fokozott védelemre ezen a környéken, mert hozzá is betörtek már. Amíg az idős néni az udvaron volt, besurrantak a szobába és elvitték a pénztárcáját. Hozzáteszi, örül, hogy nem bántották és megúszta ennyivel. 2000, valamennyi 800 forint. De hát az is számít az ilyen idős korban már, az ember a kis nyugdíjából él, és bizony hát nem szeretnénk, ha ilyen gyakran előfordulna. Sokkal biztonságosabban érezzük magunkat, amikor látjuk azt, hogy többször láttunk rendőröket járőrözni erre. Egy másik itt lakó, Molnár Istvánné azt mondja, bár csak pár napja látja az egyenruhásokat, már most érezhető a pozitív változás. Megszűntek a randalírozások az utcánkba, és azok az őrült száguldások, sokszor ilyen szinte versenyautószerűséggel ilyen gyorsulási versenyt rendeztek az utcába. A kaposvári kistérségi polgárőr egyesület a városi önkormányzattól 1 millió forint plusz forrást kapott, hogy minden nap ellenőrizze a közterületeket. A támogatást elsősorban technikai eszközök beszerzésére, formaruhára és üzemanyagra fordítják. A polgárőreink teljesen ingyen és bérmentve dolgoznak, munkaidőn kívül, tehát munkaidő előtt vagy munkaidő után, és ez elég nagy terhet ró ránk, de próbálunk a rendőrségnek és a polgármester hivatalnak segíteni azzal, hogy egy ilyen posztos szolgálatot adunk azokon a területeken, ahol ez indokolt. 146 kamerát helyeznek ki, valamint sebességmérőket is a Pécsi utcába, a Cseri útra, a Vásártéri útra és a Szigetvári utcába. Ezen felül a rendőrség két motort is kap, ezekkel a zárt kertekben járőrözhetnek. Aki nem tartja be az együttélés írott és íratlan szabályait, attól a szociális segélyt is megvonja az önkormányzat. Felülvizsgálják az élelmiszer termékeket érintő védjegyrendszert, az ugyanis szinte átláthatatlan. A cél, hogy a vásárlók kevesebb és egyértelmű jelöléssel találkozzanak. Az általunk megkérdezettek azt mondják, nem ismerik ki magukat a jelöléseken, így csak bízni tudnak abban, hogy valóban magyar termék került a kosarukba. Kis piros-fehér-zöld zászló hirdeti, hogy magyar termék ez a megybefőtt. Ez azonban nem a hivatalos védjegy, az ugyanis így néz ki. Tudatos vásárló legyen a talpán, aki ki tud igazodni a magyar termék jelölések tengerében. Mindent alaposan meg kell nézni. Tehát meg kell nézni. Tehát nem elég az, hogy látjuk mondjuk, hogy piros-fehér-zöld? Magyarországon a csalással sajnos mostanában mindig számolni kell. A tudatosabbak tudják, hogy nem biztos, hogy a nemzeti lobogó színei azt jelentik, 100%-ban magyar termékről van szó. A vásárlók szerint egyértelművé kell tenni, mi a magyar, és azt egységesen kell jelölni. Ami kapirgál a magyar udvaron, meg van tisztítva, rá van írva, hogy a horvát Juliska szabadja botján izét, és ezt azért mondom, mert Németországban így van. Tehát, ha ott egy csirkét akarok, egy bontott csirkét venni, ott szépen rá van írva, hogy kinek az udvarán, hol, mikor. Mi is tettünk egy próbát, leemeltünk kettő tejfölt a polcról. Az egyiken még a motívumok is magyarosak, a másikon egy apró jel hirdeti, hogy hazai. A vásárlókat arról kérdeztük, vajon melyik a 100%-ban magyar. Ezeken meg tudnád állapítani, hogy ez magyar terméke, vagy nem? Őszintén, nem. Hát gondolom ez a magyar, igen, ez miatt.
Ez meg biztos nem, ugye? Nem biztos, nem tudom. Miből gondolod mondjuk, hogy ez magyar, tehát ez miből? Hát mert ez a népmeséknek a cucca. Úgy tűnik tehát, hogy a nemzeti szimbólumok láttán a fogyasztók elhiszik, magyar terméket vásároltak. Gondolom én nem viccből rakják rá ezt a piros-fehér zöldet, vélhetően az. Ezt a másikat nem tudom, talán horvát lehet. Hivatalos magyar termék jelölés azonban egyiken sincsen. A vásárlók így csak remélhetik, hogy valóban hazai áru kerül a kosarukba. A tudatos fogyasztók abban bíznak, hamarosan tényleg egységes védjegy lesz. Biztosan, hogyha mokosok összedugják a fejüket, találnak egy olyan védjegy formulát, amelyik mindenki számára egyértelmű lesz, és akkor nem lehet félreérteni. Az élelmiszertermékeket érintő védjegyrendszer felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. A koncepció szerint első körben jogi szinten rendeznék az egyes védjegyek egymáshoz fűződő viszonyát, s különösen a nemzeti szimbólumok használatának lehetőségét. Mindezt úgy, hogy a struktúra tetején a Hungarikum védjegy fog állni. Több száz plüss mackó érkezett a Bátaszéki Művelődési Ház mackó gyűlésére. A gyerekek 30 játékából nyílt kiállítás, ami azt kívánták bemutatni, mennyit is változott a kicsik népszerű játék mackója több mint fél évszázad alatt. A bátaszéki óvodások műsora nyitotta meg a mackó gyűlést, azaz a több száz plüss mackóból álló kiállítást. A tárlat a felnőttek régi és a gyerekek mai kedvenc játékait mutatja be, melyel azt szeretnék szemléltetni, mennyit is változott közel 60 év alatt a kicsik egyik kedvenc plüss figurája. Az egyik legidősebb kiállított mackó még 1955-ből származik. Három korelnöke van ennek a gyűlésnek. Van egy 50 éves, egy 53 éves és egy 59 éves Maci. Az 59 éves Maci az az enyém, akkor kaptam, amikor születtem, úgyhogy ő a legidősebb. A kiállításon találkozhatunk törött lábú Macival és ápoló nőjével, koala, panda és mici mackókkal, úgynevezett ruhás mackókkal, de még jeges medvékkel is. A játékmackók története egyébként egészen 1902-ig nyúlik vissza. A szövetből készült plüss a Teddy Bear elnevezést Theodore Rooseveltről kapta, aki egy vadászaton nem volt hajlandó lelőni egy fához kötözött medvebocsot. A plüssmackók mára a gyerekek klasszikus játékává váltak. A kiállítás május végéig a Bátaszéki Művelődési Házban tekinthető meg. A csütörtöki időjárás részletei előtt nézzük kiemelt híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Harkányban gyülekeztek volt szocialista politikusok, Hoppá szerint Brüsszelben akarnak a kormány ellen szövetkezni. Nagyobb felelősség hárul a cégvezetőkre, szigorodott a törvényi szabályozás. Fellegvárrá válhat, fellendülőben a komlói sportélet. Országos turisztikai ülés Baranyában, Pécsre és Harkányba látogattak a kamarai szakemberek. Csütörtökön országos jelentős esőzésre számíthatunk, többfelé viharos, a Dunántúlon orkán erejű, akár 100-120 km/órás lökésekre is lehet számítani. A hőmérséklet nyugaton 7 és 11, máshol 12 és 19 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel holnap este a szokott időben várjuk majd Önöket. További jó tévézést, viszontlátásra!